Egy héttel ezelőtt voltunk itt Györe Balázs barátommal, tálatvezetésen, ugyanis ebben a koronavírus korszakban minden átalakult és minden virtuálissá válik, és így tudunk a közönséggel érintkezni. Most Károsi Endrével, szintén a Fölös Példány tagjával nézzük végig a kiállítást, és még azt kell hozzátenni, hogy amin elgondolkodtam, hogy most 2-1 az irodalmárok javára. Tehát itt rockzenészekről szól a kiállítás, és van ennek egy ága, írók, akik a rockzenészekkel együtt akartak 30 évvel ezelőtt a közönséghez szólni. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt beszéljek, ami arról fog szólni, hogy egy kicsit értelmezem azt a korszakot és azokat a dokumentumokat, amelyeket János nagy művészi és fotográfiai erővel megörökített. Ugye ez egy kultúrát örökít meg. Na most tudjuk, hogy ez a kultúra, amit szerepelsz, körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek első fele plusz-minusz, azonban meg kell, hogy emlékezzünk egy nagyon fontos folyamatról, hogy a 60-as évekről. Ugyanis a 60-as években történt meg az a világkultúrában páratlan fordulat, hogy az addig többé vagy kevésbé, de szórakoztató zenei funkciókkal bíró tömegzenék, jazz, filmzenék, stb. Néhány év leforgása alatt egy önálló művészeti ággá váltak, hát ha valaki végignézi a Beatlesnek, mint a legexcellensebb példának a történetét, a Beatles-el ez lezajlik, nem csak velük, az egész zenész univerzumban ez lezajlik. A 60-as évek során ez egy önálló művészeti ággá válik. Magyarországon is nagyon ígéretes akkor a zenei beindulás, a korai Illés ismert, de számos jó zenekar volt a Szikonortól kezdve a sok minden más zenekarig. Ugye a ma is ismert zenekarok is új zenekarokként akkor jöttek be. Sajnos ebből nem virágozhatott ki egy olyan fajta kultúra, mint a nyugati féltekén, mert a 70-es évek elején ezt a formálódó kultúrát szétzavarták, ugye? Még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy a 60-as évek világzenéjében nagyon érdekes megnézni, hogy erős kapcsolatok vannak a korabeli avantgárddal. Hát ezt a legfényesebben mutatja a Yoko Ono, vagy John Lennon találkozása Yoko Onoval egy Fluxus kiállításon, de hát ez csak a jéghegynek egy kis csúcsa. Valójában nem is annyira Lennon, mint McCartney heti kapcsolatban állt a kor avantgárd szerzőivel, tehát nagy egymásra hatások voltak. Ez majdhogy nem Magyarországon is megindult, erre példa a Kex együttes példája és Baksasús János, akik pont egy ilyen olyasmi területet, olyasmi kulturális produktumot, művészi érvényű, együtt a zenei érvényű produktumot, performatív produktumot hoztak létre, amit később, egy évtized múlva, vagy közel egy évtized múlva, majd a bizottság zenekar fog megvalósítani. Tehát, hogy a művészek, képzőművészek, zenészek együtt élnek a költészettel, a színpadi performativitással. Na most a 70-es évek ez nálunk nem mehetett tovább, ugye Baksasús is külföldre kényszerült, avantgárd művészek, Szent Jobbi, Halász Péterék, mások külföldre kényszerültek. Galántai György, ugye, aki a Balatonboglári Kápolnatárlattal az első önálló alternatív intézményt hozza létre 70 és 71 között, azt is felszámolják, föld alá kerül. Már úgy értem, hogy levonul undergroundba. És itt jön az az érdekes kapcsolat, hogy a 70-es évek végén Európában és a világban kibontakozó punk mozgalom és new wave zene hatására Magyarországon rengeteg zenekar jön létre. Nagyon erős a punk hatása, nagyon erős a new wave hatása, és a progresszív rock zenekaroktól a punk zenekarokig és a művész zenekarokig létrehoznak egy olyan mesdjét, ahol nagyon különböző dolgok vannak, de tulajdonképpen egyfajta ellenkultúraként, vagy azóta beszélünk alternatív kultúráról, alternatív művészetről. Tehát létrejön egy olyan széles művészeti régió, zenecentrikusan, de nem csak, amelynek költői érvénye van, zenei érvénye van, társadalmi érvénye van, művészi érvénye van, és ugyanakkor nem tagozódik be, hát nem is engednék, a hivatalos állami struktúrákba.
Na most ennek a korszaknak a dokumentumait látjuk, ugye egyrészt a progresszív rockzenének a legjobb képviselői, Török Ádám, a Mini Együttes, egy nagyon jó korai illés, vagy későbbi illés, akkor a P-Mobil és más zenekarok. Ugyanakkor látunk bizottságot, amiben az az érdekes, hogy a bizottság gyakorló művészek, képzőművészek voltak, tehát tulajdonképpen a bizottságban az avantgárd és a radikális popkultúra kitűnően találkozott, ahogy találkozott mondjuk bizonyos fokig a olyan alternatív zenekarok, mint az URH, Kontrollcsoport, Európa Kiadó és így tovább. És itt zárójelben megemlítem, és kezdtek létrejönni az olyan művészzenekarok, mint az Art Deco, a BP Service, később a Lois Ballast. Na most itt a Kőbányai Jánosnak a kiállításán nagyon szép tagolásban látható nem csak a különböző korszaka, inkább a különböző vetületei ennek az összefüggő kultúrának. Itt látjuk a progresszív rocknak a képviselőit, a Piramis Együttestől, az akkor még progresszív Demjén Ferencig, és így tovább. Ott látjuk a progresszív jazz rock felől vagy felé tájékozódó Mininek, Török Ádám az egyik főszereplője ugye ennek a korszaknak. Azután érdekes módon a Tabánban a rockkoncerteken a korai LGT is erős művészi erővel van jelen. Ugyanakkor az is kétségtelen, és Kőbányai Jánosnak a fotoművészetét ez ihlette a legesleginkább. Egyszer csak megnyílik a társadalomnak egy olyan szegmense, az akkor csöveseknek nevezett kultúra, ami a társadalomból leszakadt fiatalokat, állami gondozottakat, de nem csak, családból kiszakadt fiatalokat, és ezrével, tízezrével voltak ilyenek. Ezeket a fiatalokat meg tudta szólítani a radikális punk zene, amely nem ismert megalkuvást zenei téren, szövegi téren, és ennek a radikális punk kultúrának a hát atavisztikus zenekara volt ugye a Beatrice. 10 éven át. Tudni kell, hogy a Beatrice nagyon jó zenekar volt. Tehát Miklóska Lajos sajnos ugye későbbiekben azután különböző okokból eltűnt, de egy nagyon kiváló zenész volt, a Lugosi Lacika egy nagyon kiváló gitáros volt, a Donászi Tibor egy kiváló dobos volt, és hát a Feró egy hihetetlen szövegíró és énekes volt, és egy olyan személyiség, aki integrálni tudta akkor a Beatrice-nek ezt a társadalmi outputját. Engem vagy bennünket illető érdekes találkozás volt, amiről röviden szólok csak, mert Györe Balázs a múltkori tárlatvezetésen már szólt. Ez a Fölöspédán csoport létrejötte volt. Ez miért érdekes? Azért, mert irodalmárokból, költőkből, írókból, így mondom, költőkből, írókból alakult egy olyan csoport, amely bár egyénileg, és ez fontos, egyénileg mindenki a maga módján még fiatal költőként, íróként, de már ismert volt, tehát részt vettek a hivatalos irodalmi, úgy, ahogy a hivatalos irodalmi életben. Azonban volt egy olyan elképzelésük, amelyben alternatívát akartak teremteni a költői irodalmi kifejezésnek, a tömegkult ösztönösen, nem megfontolás alapján, a tömegkultúrának és a zenének ezt a nagy kontextusát felhasználva. Néhány koncert erejéig a Beatrice-vel kezdődött a történet. Egyébként a Fölöspéldány megalakulásában szintén Kőbányai János a ludas, ugyanis 79 végén a Fiatal Művészek Klubjában összehívott egy Beat ünnep című koncertet, amelyen a Beatrice koncertezett, és az akkor még nem létező Fölöspéldány későbbi tagjai felolvastak, előadtak. Én akkor már kezdtem újra visszatalálni a színpadhoz meg a zenéhez, tehát én akkor már basszusgitárt vettem a kezembe és így tovább, de mondjuk a Szilágyi Ákos, mint hangköltő, ugye ő benne eleve volt egy performatív véna, de a többiek is tulajdonképpen ebben a közösségi térben jól érezték magukat, és itt, hát a Temesi Ferenc például kevesen tudják, ragyogóan olvasott fel közönség előtt zenével. Tehát ezek nem akárkik voltak ezek az emberek, a barátaink, és a Beatrice-vel ezután olyan jól alakult a kapcsolat, hogy elmentünk a Jatek klubba Szegedre, egy brutálisan jó koncertet adott egyébként a Beatrice ott, és ott volt az első Fölöspéldány fellépés velük, utána pedig, amiről már sok szó volt, a Budaörsi Művelődési Házban, amely már megmutatta azt az erőt,
hogy a tömegkultúra és az elitkultúra, mi ezt nem így gondoltuk, csak ösztönösen, de hogy a tömegkultúra és az elitkultúra együtt tud működni, és van közös területük, közös felületük. Nem véletlen, hogy ahogy erről szó volt, utána ugye a Beatrice-t behívták a Budapesti KISZ bizottságra, és azt mondták, ha nem adnak fel az együttműködéssel, akkor ugye a budapesti koncertjeikről lemondhatnak. Tehát egy olyan egzisztenciális zsarolásnak voltak kitéve, amit nem vállalhattak. Itt ugye megszakadt velük az együttműködés, de még utána próbálkoztunk, és volt is egy közös koncertünk az akkori Dimenzióval, Dés Lászlóval, Másik Jánossal, Totóval, de az is csak egy koncert volt a Belvárosi Ifjúsági Házban, majd a Binder Quintettel majdnem összejött egy koncert, de ott már a koncert előtt visszalépett a zenekar. Tehát végül is a Fölös példányt egy olyan folytó légkör vette körül, hogy a zenészek már nem vállalták általában a fellépést ilyen gyanús irodalmárokkal, költőkkel. És akkor a 82-i különböző formákban próbáltunk még együtt lenni, fellépni, majd lassan, hát ez kifutott az idő ez alól, a körülmények kifutottak. Készítettünk együtt egy antológiát, amit leadtunk a Magvetőhöz, de évekig állt ott, és csak 86-ban jelent meg, tehát 4 évvel azután, hogy egyáltalán a Fölös példány fellépett volna bárhol utoljára. 86-ban végül is a akkor induló jakfizetek sorozatban az antológia megjelent dokumentumnak. Jó, sajnos nem a maga idejében jelent meg, nem 81-ben, 82-ben jelent meg. Na most ebből én a magam számára, ha most egy percet beszélhetek a magam élményéről és felfogásáról, azt szűrtem ebből le, hogy nem lehet más zenészekkel dolgozni. Nem lehet, senkivel nem lehet dolgozni mással, nekünk kell a zenét csinálni, nincs mese. Nekünk kell a zenét megteremteni, hát természetesen ehhez olyan művésztársak kellenek, akik tudnak valamelyest zenélni, és ekkor 84-ben alapítottam meg a Konnektor zenekart Bernát Y. Sándorral, ugye aki a bizottság alapító tagja volt, kiváló képzőművész, akkor épp a Doktor Újhajonnal és az Okker Sisters női léptékzenekarral nyomult, továbbá Nagy Attila punk zenésszel, basszusgitárossal, aki később Nagy Attila Kristóf néven író lett, és egy Virág László, akkoriban M7-esben dolgozó profi kommerzenész barátommal. És akkor innentől jött az, hogy ezek közé a művészzenekarok közé, amelyek velünk együtt dolgoztak, már úgy értem, hogy egy térben sokszor, vagy egy időben, Art Deco, Lois Ballast, BP Service, és így tovább, hát ennek az új hullámos kultúrának így egyik szereplőjévé váltunk. De ez ebben a kiállításban nincs benne, ezt csak elmondtam, hogy a 60-as évektől kezdődő, önálló művészeti ággá váló tömegzene és alternatív formálódó alternatív kultúra hogy teljesedik ki a 70-es évek végén, 80-as évek elején, azokban a zenekarokban, abban a zenei kultúrában, amelyet Kőbányai János fotói oly híven és sokszor megrázó erővel dokumentálnak, és azért is jó, hogy ez a kiállítás itt most látható, és megtekinthető, és hogy közösségi médiában is elérhető, mert erről a kultúráról egyébként kevés dokumentum maradt fenn. Újságok keveset írtak, mert ellenkultúra volt. Tehát a hivatalos sajtóban nem nagyon lehetett ezzel szerepelni. Tehát erről a kultúráról, akik nem éltek benne, legalább közönségként nem voltak benne jelen, ez a kultúra ki fog menni az emlékezetből. Ezért tulajdonképpen ez a kiállítás egy fontos mozzanat, és hát arról is tudomásom van, hogy azért a 80-as évek elejé kultúra, 70-es évek, 80-as évek elejé kultúra iránt megnőtt a fiatal tudósok, egyetemisták, doktoranduszok körében az érdeklődés, és hát vannak olyan szinterek a MOME-tól a Intermédia Tanszék, ugye a Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékéig, ahol ezeket a folyamatokat azért tanulmányozzák, és nem ismeretlenek. Ugye egy ember élete különböző szakaszokból áll, és vagy mondjuk folyamatos és szervesen épül, és viszonylag következetes, megújulásaival együtt következetes, de olyan is van, hogy valaki egy adott időszakban nagyon jó helyen van, progresszív, és utána nem az. Tehát óriási pályamódosulások vannak itt, hát elég a Beatrice-re gondolni, de ez soha nem jelenti azt,
hogy egy későbbi, radikálisan másmilyen időszakból kompromittálhatnánk az eredeti, erős, művészi hitelességgel rendelkező produktumot. Tehát itt maradjunk a Beatrice-nél, az egy radikális, érvényes, nagyon fontos zenei és tömegkultúrát képviselt, és inspirált sokakat, például a Fölös Példány csoport íróit, tagjait. Egy dologban nem értek egyet, hogy én a, lehet, hogy avantgard módon a nyugati popkultúránál a kelet-európait és benne a magyart legalább olyan fontosnak tartom, ha nem fontosabbnak, azért, mert ebben a bizonyos ellenkultúrában, ami nyugaton megszületett, ez egy életmódbeli változás, válság volt. Magyarországon az életmódhoz hozzá kapcsolódott, hogy minden politikai szín, minden azonosság ebbe az ifjúsági zenébe találta meg azt a csatornát, amin megélhetővé vált, és valamilyen szinten kultúrát épített. És az, amit itt mondtam, ami nagyon helyes, hogy nagyon sok emberbe csalódtunk, tulajdonképpen ez is ebből fakad, ebbe a bizonyos politikumból. Mick Jaggerről nem tudjuk, hogy melyik pártra szavaz. Magyarországon sajnos minden rockzenészről tudjuk, hogy melyik oldalon áll, és ezt én katasztrófának tartom, mind a művészet szempontjából, de hát mi egy ilyen ország vagyunk, és visszafelé vetítve azt kell lássuk, hogy ami a magyar rockban benne volt, mindenféle ellenzéki erőt, energiát képes volt magába szívni. Egyébként ilyen volt az irodalom is, ha visszagondolunk, hogy a Fiakba és a Jakba, József Attila körbe kikkel ültünk együtt, és harcoltunk együtt, és most melyik oldalon állunk, még a Fölös Példányon belül is. Ugyanígy ez megmutatkozott. Tehát azért ez, amit itt a kiállításon látunk, ez egy történelmi korszaknak egy darabja, ami éppen ennek a szabadságnak következményeként nem élhető újra. Nem élhető újra ez a népfrontosság, amikor fiatalok vagyunk, zenét szeretünk, és utáljuk a hatalmat, mert csak egy van belőle. Most pártok vannak, és teljesen széttöredezett minden. Teljesen nyilvánvaló, hogy már valóban a úgynevezett kelet-közép-európai tömegkultúra és underground és alternatív kultúra fejlődésében egy nagyon erős plusz, erről én egyébként sokat írtam is, de ez most mellékes, nagyon erős pluszt adott a politikai szabadság hiánya. Tehát egy olyan plusz feszültséget rengeteg, hogy mondjam, szabadsághiányos társadalomnak érzékelték a nyugatiak is, akár a beat, akár a punk korszakban saját társadalmukat, de nem politikai szabadságjogok hiányában, és nem a mindennapi szabadságjogok hiányát érezték, hanem más szabadsághiányokat. Magyarországon ez teljesen egyértelműen a politikai szabadságjogok hiányával, a politikai elnyomatás időszakában, most akkor is ennek voltak szoftabb ugye, korszaka is, különösen a 80-as években előre haladva, de amíg ez az elnyomás megvolt, addig nagyjából a politikailag szenzibilis művészek, társadalmilag szenzibilis művészek nagyjából találkoztak egy széles ellenzéki vagy alternatív térben. Természetes, hogy amikor a rendszerváltás után végül is a politikai szabadságjogok kialakulnak, pártok alakulnak, stb., akkor ez a közös nyomás megszűnik, tehát több irányba mozdulnak szét az emberek. Ebben a korszakban viszont teljesen más volt a közeg. Hát én egy kicsit úgy látom, hogy jó, hogy említetted az állam szerepét, hogy ez a rock korszak ez azért zárult el, mert kinyílt egy másfajta szabadság. Nem lehet olyan műveket létrehozni, mint a Illésék, az Omega, a Lokomotív, és még sorolhatnánk, mert hiányzik ez a bizonyos gyúanyag.
ezzel együtt ez igaz, amit mondasz, és valóban egy érdekes jelenség, és leírhatóak bizonyos folyamatok, így ahogy mondod. Ezzel együtt én azt mondom, hogy elsősorban a fiatal generációkat kell figyelni, az ő mozgásukat, mert az a, ahogyan a, ebben az időszakban is a fiatal generációk szellemi, művészeti, társadalmi mozgásai voltak érdekesek, és váltak érdekes, és teremtettek egy autonóm kultúrát, úgy most is azt kell nézni, hogy körülbelül a fiatal generációk hova, merre tájékozódnak, mit találnak ki, hogy mozognak, mert ez gyakorlatilag már a jelen, de a jövőt mindenképpen ez formálja. Hát nem tudom, én szerintem a fiatalság ez egy természetes állapot, de nem mindegy, hogy milyen korszaknak a fiatalsága. Jó példát mondok, a reformkorszak, ami Petőfit és Jókait hozta fel, az egészen addig nem talált fiatalokat, akik így kifejezzék a kort, és a maguk zsenie találkozott zonet korszellemmel. Ezért nincsenek ma olyan rockzenekarok, mint amilyenek voltak, nem azért, mert a fiatalok nem lennének tehetséges zenészek, hanem itt most valami szellem hiányzik, valami állapot, ami tényleg volt a reformkorban, volt Adiék korszakában, és ez azóta a magyar kultúrában lefelé menő tendenciákat mutat, és bármennyire is nem ildomos, hogy a Kádár rendszernek ez a elnyomása létre tudott hozni mind az irodalomba, mind az összes művészeti ágba valami olyasmit, ami maradandó. Hát ez a bizonyos Kádár korszak, aminek összes fotó akkor kattintódott el. Sajnos nincs még itt az ideje, hogy ennek egy árnyaltabb elemzését lássuk, és ami a legfontosabb az, hogy a magyar történelemben, vagy minden nép történelmében minden korszak építi egyik a másikat, ez is egy nagyon szerves rész, és ez a kiállítás arra hívja föl a figyelmet, hogy ennek is rendkívül sok értéke volt. Egyetértek.